Egy végletekig kiélezett küzdelmet és 5 méteres párbajt hozó mérkőzéssel búcsúzott a szezontól a Panergy Miskolci Vízilabda Klub. Szombaton a Kemény Dénes uszadában az UVS elleni találkozó tétje az volt, hogyha győzni tud, Vidumanszky László együttese megszerzik a 11. helyet a bajnokságban. A rendes játékidő döntetlenét követően ez egy hosszú büntető párbaj után sikerült is. A fehér sapkás házigazda ma Miskolci Vízilabda Klub hozta el az első ráúszás után a labdát, majd Sélei Rauser indította a gólgyártást a rájátszás mérkőzésen. A szezon utolsó párharcát nagyon hasonló erejű együttesek vívták, így a napi formának komoly jelentősége volt. Mindezt az is alátámasztja, hogy az első negyedet 2-1-re nyerte a vendég Újpest, a folytatást pedig ugyanilyen arányban a miskolci házigazda. Ezek után a párharcban már győzelmi kényszerben lévő kéksapkás vendégek 2 gólos előnyt építettek ki, ami meg is maradt a harmadik negyed végéig. De jól kezelte a kialakult nehéz helyzetet a hazai együttes is, és a záró negyedben sikerült egyenlíteni, és ez az állás meg is maradt a rendes játékidő végéig, 8-8-al fejezték be a csapatok, így pedig büntető lövések következtek. Az első párban mindkét lövő betalált, de a második újpesti próbálkozó nem, a másik oldalon Várkonyi viszont értékesítette lövését. De nem tartott sokáig a hazai előny, ugyanis a harmadik vendégkísérlet sikeres volt, Krasznai büntetőjét viszont hárította Korom Dániel kapus. A következő 3 pár nem hibázott, de a 7.-ként vállalkozó Eppel a kapufát találta el, a vele párban lévő miskolci játékos Várkonyi újra magabiztos ítélet végrehajtó volt, így a mérkőzést és a párharcot is a miskolci együttes nyerte meg. Ezzel pedig véget ért a szezon és eldőlt, hogy a Miskolci Vízilabda Klubé a 11., az UVS-é pedig a 12. pozíció az OB1 idei kiírásában. Egy jó meccset láthatott a közönség, szerintem egész jól tartottuk magunkat, talán nem számított a Miskolc arra, hogy ilyen élesek leszünk, és azt mondom, hogy ugye a negyedik negyedben át tudták lőni a védelmünket, és ezzel tudtak följönni. Egy nagyon mozgalmas, fárasztó mérkőzés volt. Ez, hogy végül kiderült, hogy az 5 méteresekkel sajnos elvesztettük ezt a párharcot, az nem valami jó dolog. Hozzá kell tennem, hogy abból a 8 negyedből, amit lejátszottunk most itt az előző szombaton és ma a Miskolccal, 6/4-ig tudtunk normális, fegyelmezett, jó játékot játszani. A Pesten az első 2 negyed az nem sikerült, és talán a rutintalanságukból adódóan mind a 2 mérkőzésnek a végjátékát nem tudtuk megfelelően befejezni, vagy egy védekezés, vagy egy támadás hiányzott hozzá. Gratulálok a Miskolcnak a 11. helyet, hogy megszerezték. Némileg elégedettebb lehetett az eredménnyel a találkozó alakulásával a hazai szakmai munka irányítója. Van egy olyan mondás, hogy a vége jó, akkor minden jó. Akkor kb. Az úgy lehet mondani. És abban kell gratulálnunk a mi csapatunk, az én csapatomnak, és ugyanúgy Újpestnek is kell, hogy emeljük le a kalapot, mert azért ugye Balázs is mondta, hogy volt egy múlt héten egy 2 negyed, ahol mi tudtunk elépni 8-3, 8-4-re fordultunk, és utána az a többi 6 negyed elég feszült volt, és kiélesített az, hogy itt gól-góra megy, az nyer végén, aki kevesebb hibát, vagy most a mai pillanatban az, hogy végül 5 méteres dobásokkal tudtunk szerencsésebbek lenni. Biztos, hogy voltak itt ambíciók a szezon elején mások. Végül, ahogy telt a bajnokság, azért nem csak rólunk szól, és a Újpestről, de a többi csapatok is, akinek mondjuk reálisan voltak ambíció 8-ba bekerülni. A végén úgy jött ki a játék, hogy 9-12. Helyén játszunk. Volt egy szoros parhazdekük az Egerrel, ami elvesztő, és azért maradtunk mi az Újpesttel. Én gratulálok még egyszer a csapatom, ebből a pillanatban az 14. helyet, amit meg tudtuk szerezni. Ebben biztos, hogy
van az, hogy jövőre más célok lesznek, más felállásba, szerintem ez még korai erről beszélni. A küzdelem mértéke sokszor elfogadható volt, de túl nagy volt a hullámzás az Újpest teljesítményében ahhoz, hogy előkelőbb helyezésben gondolkodhassunk. Hangzott a vendégoldal értékelése. Idén jó meccseket játszottunk mind Újpesten, mármint a Komjádiban, mint pedig itt Miskolcon. Sajnos a szezonunk kicsit olyan volt, mint egy ilyen koszinusz függvény. Volt benne három hullámvölgy, közötte kettő ilyen nagyobb kilengés pozitív irányba. Sajnálom, hogy a vége így alakult. Ugye az alapszakasz végén még volt minimális esély arra, hogy a legjobb nyolcba is bekerülhessünk, ez nem sikerült. Most sajnos a 12. hely jött össze, de ugye a bennmaradás sikerült. A hazai együttes megtette a magáét a szezon utolsó bajnokián is, teljesítményükkel biztosítva azt, hogy az utolsó helyosztó küzdelmet a miskolci együttes nyerje meg. Egy izgalmas meccset láthattak a nézők, egy 5 méteres párbaj a végén. Tudtuk, hogy az UVSE így fog idejönni, hogy mindent belefogadni azért, hogy még egyszer találkozhassunk a szigeten, de hál' Istennek kisebb-nagyobb hibákkal azért fel tudtuk venni velük a versenyt, és a végén sikerült megszereznünk a 3 pontot. Miután ezzel a párharccal véget ért a csapatok számára a bajnoki szezon, így a vezetőedzők a 2021-22-es kiírást is összegezték. Azzal indultunk neki a szezonnak, hogy nem szeretnénk kiesni. Tavaly is ez volt a fő célunk. Nyilván akkor jobb eredményekkel a 7. helyen tudtunk végezni. Most is volt még esélyünk a 8 közé jutni 2 fordulóval a vége előtt, de hát onnan ezek szerint egy elég nagyot zuhantunk, és a párharc a 9-12-ből sajnos csak az utolsó helyet tudtuk megszerezni, amit gyakorlatilag a párharcok előtt is már megszereztünk a szezonbeli pontjainkkal. Úgyhogy megint lesz változás a keretünkben, szerencsére sokan megint pozíció szempontjából jobb csapatok, élcsapatokba mennek, úgyhogy azoknak a srácoknak sok sikert kívánok, akik maradnak, azokkal meg jövőre ugyanezt a célt kell kitűzni magunk elé, hogy maradjunk bent az OB1-es élvonalba, hogy minél több utánpótláskorú játékosunk ismerje meg azt a sebességet, fizikális kontaktokat, amit az első osztály bajnokság megkövetel. A feladatot elvégeztük, de nem lehetünk elégedettek a szezon eredményével. Kezdte szezon értékelését a hazai kispad irányítója. Voltak mérkőzések, amit kellett volna hozni, vagy simában hozni. Itt mindig van, még mai napig keserű az íz annak, hogy amikor alapszakaszban kikapunk Újpesten, abból, ahogy veszem, a mai nap, amikor lefújták a meccset, nagyon tudtunk tanulni belőle. Nem tudom nagyon mondani. Ez a stílus, ami Újpesten játszik, ez a fiatal, agresszív játék, mennek, nem adják fel, ez azért a mi csapatunkban is vannak játékosok, ami ebből kell, hogy tanuljanak a jövőbe. Így összességben biztos, hogy voltak meccsek, ami megmarad az emlékbe, a győzelem a Szegeden, mondjuk a jó szoros mérkőzés utolsó másodpercig nyitva a parti a Fradival, de voltak szomorú meccsek is, mikor itthon kikaptunk egy gól a Pécsel, vagy tudtunk x-elni a Szentessel, hogy voltak ilyen hullámzó teljesítmények. Biztos azért fogunk jövőre dolgozni, hogy ezt kikerüljük, vagy ezen próbáljunk javítani. Az, hogy mire lesz elég, majd megvárjuk, hogy a többi csapatok is hogy fognak állni, milyen leszek a erőviszonyok, majd látjuk. Bár a bajnoki finálé nem kis izgalmakat tartogat majd, de klubszinten nyári szünet következik a sportágban. Majd hogy pontosan hogyan néz ki a következő szezon miskolci csapata, arról a klub sportszakmai vezetőivel beszélgetünk majd a sportpercekben.